Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök itt mindenkit a Fortnite Battle Royale 9. szezonjának 4. hetében. Még mindig elérhető a Downtown Drop LTM, megérkezett ez a Burst SMG, és visszajöttek ezek a kosaras skinek. Én már teljesítettem itt az összes Downtown Dropos challenge-et, 4 darab graffitit lehetett feloldani, és ezeket a kördeszkákat, először egy ilyen teljesen feketét, aztán itt van ez a Sweaty, utána a banános, itt van a Cuddle, Discos, Drift Fish Stick, Food, Kevin, Rex és Slurpes. Visszatért ez az Unvaulted játékmód is, squadsban lehet ezt játszani. Viszont mi a 4. heti kívásokat teljesítjük. Okozunk 5-szer sebzést mesterlövészekkel. Táncoljunk 3 különböző helyszínen. Szerezzünk 3 elimet legendás fegyverrel. Pusztítsunk el loot hordozókat 3 különböző meccsben. Van 5 lépéses landolós kívás is. Három elimet kell szerezni Hauntedbe vagy Dustyba. És az utolsó, hogy egy meccsen belül 5 különböző elnevezett helyre menjünk el. Miután ez kész, feloldunk egy betöltőképernyőt, és erre a hétre most nincsen olyan titkos csillag. Írjátok le kommentek közé, hogy nektek hogy tetszik ez a Burst SMG. Kíváncsi vagyok, milyen a Downtown Drop LTM után, hát ha jön megint valami event, találkozunk legközelebb.